45 évesen is beúlik a medencébe a magyar ezüstember mellúszó Gütler Károly, aki nem rest néha a tanítványait is legyőzni. Egy örömtempózás keretében az utánpótlás kapitány most floridai edzőtáborból tért haza csapatával. Nézzük, mire készülnek az idén, a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mert hogy ezt olvastam, hogy volt ez a kis... Hát brahi volt ez, hogy bucira vered a tanítványt? Hát ezt a bucira veremet, <laughs> ezt nem én találtam ki. Mi é, egyszerűen, nem, nem fura egyszerűen igaz. szórakozásból az edzőtábor elején kihívtam a, a mellúszókat, közben egyikük lesérült, úgyhogy, úgyhogy összesen csak ketten versenyeztünk. Egy fiatal tehetségről van egyébként szó, aki most első éves ifjérbés lesz, és úgy gondoltam, hogy akkor mérjük össze az erőinket, és én hagytam neki időt, hogy az edzőtábor utolsó hetén összecsapjunk, és föl tudjon ő is készülni, meg én is és aztán hát így sikerült, hogy éppen egy, egy picivel Nyerti. meg tudtam előzni, hát 28 év különbség van egyébként uh -huh. köztünk, valahol ez nekem is jó dolog volt, de, de de tényleg távol álljon tőlem, hogy hogy ez csak egy hajhászás volt. Aha, most látjuk éppen ezt a bizonyos is. egyébként lesz visszavágó? Biztos lesz, biztos lesz, de hát ugye az esélyem egyre csökkennek. De nem, egyébként te magad mennyit fordítasz a, a, saját magad karbantartására? Mert azért ez nem úgy van gondolom, hogy csak így az utcáról beugrálsz. Igazából annyira piperkőc nem vagyok, de, de azért látom magamon, hogy, hogy, hogy szépen az ember, hogy halad a korral előre, egy picit fejlődik vissza. Ezt próbálom inkább megakadályozni, nem pedig arra törekszem, hiszen egy úszóizomzat izomzat sohasem lesz Schwarzenegger külső rendelkező, de az, hogy fitten és egészségesen tartsuk magunkat, az gyakorlatilag csak rajtunk múlik. Tehát te elég sokat úszol. Mm, mihez képest, egy átlag emberhez képest lehet, hogy sokat, egyébként meg nagyon keveset, tehát megdöbbentően keveset, ha azt mondom, egy héten 1500 métert úszom, akkor, akkor az nem túl sok ahhoz képest, hogy napi 16 kilométert úsztam. Az a tanítványok előtt, hogy a mesterük az nem rest, és az egykori élsportot is láthatják még egy kicsit benne azzal, hogy beugrik meg, ő is tempózik. Ez, ez szerinted több lehet? Ez, ez, segítséget is jelent? Ez neked a pedagógiai is egy jó motivum? Úgy érzem, hogy hitelesebbé teszi az embert. Annál is inkább azon a kis rövid kis videón lehet hallani, hogy a háttérben hogyan kommentálják a, a többi versenyzők egyébként ezt a kis rövid összecsapást, és szerintem egy pozitívan csalódhattak abban, hogy, hogy, még mindig ilyen jól megy. Ja igen, mert lehet, hogy hogy akkor most le fog égni a igen. Mester, nem? igen. <laughs> ugye Florida, onnan jöttetek haza, látszik a színeden is, az úszók egy részével edzőtáboroztatok. A, miért fontosak ilyenkor ezek a meleg helyen való készülések? Több okból kifolyólag, ugye látjuk, hogy most már elég hosszan elhúzódik ez a tél sajnos, és a tavasz nem bontakoztatja magát, és melankóliába esnek az emberek, depresszió közeli hajlam. Gyakorlatilag egy ilyen utazásnál, amikor süt a nap, amikor pálmafák vannak, amikor papucs, póló, rövidnadrág, tehát nyári szerelés, 10 12-ig gyönyörűen süt a nap a medencére rá, nyitott medence, nem egy fedett légkör, tehát ez, ez mind hozzásegíti ahhoz a versenyzőt. Jobban motiváció. Hogy, hogy jobban nem? motiválja magát, könnyebben elviselje ezeket a gyilkos kilométereket, illetve az influenzának a, az elkerülése, amit egyébként sikerült megtenni. Ezeken a, mondjuk, ha a magaslati edzőtábor, vagy ilyen meleg égővi, ezeknél a versenyzőknek egészen más izommunkát is kell végezniük? Nem, nem, nem. Gyakorlatilag egy versenyzőnek a felkészülése elég unalmas. Pláne úgy, hogy, hogy minden évben elővesszük a tavalyi füzetet, na tavaly ezen az edzésen ennyit úsztál, akkor most egy picivel jobbat kell, hiszen hogyha rosszabbat úszol, akkor hogy leszel jobb a versenyen. Tehát elég unalmas egy úszó felkészülés, de gyakorlatilag oda is visszavezethetjük, hogy az ember leül reggelizni, kifliteszik, vagy zömlét vagy, vagy, vagy kenyeret. Tehát ez mindig visszaköszön, úgyhogy nem nagyon lehet változtatni rajta. Uh -huh. uh, egyébként tényleg a, a forduló az a magyarok egyik gyengesége? Uh, hallottam már ilyesmit? Uh, mondhatjuk azt, mondhatjuk azt, uh, igazából a, onnan indulhatunk ki az egészből, és onnan következtethetünk erre, hogy például az amerikaiaknál, ott egyetemi bajnokságok vannak 25 jardos medencébe, lásd a kis versenyünket. Ugye az 21 méter valahány centiméter, tehát egy, egy elég rövid medence. Beúrik a versenyző, már fordul, megint fordul, megint fordul, és minden hétvégén van egy ilyen versenyünk, és rá vannak kényszerítve ezáltal, hogy nagyon gyorsan forduljanak, és ezt kihasználják ugye az olimpián, a világbajnokságokon és a nagyobb versenyeken. Nálunk ilyenek nincsenek, mi sokkal kevesebb versenyen állunk rajthoz, ilyen a felkészülési rendszerünk egyébként, ehhez szoktunk hozzá. E, mi a fejlesztés, a megoldás egyébként? Már hogy ugye, nyilván az nem, hogy összezsugorítják a magyar medencéket, de akkor mi? A fordulójavítására? Vannak rá speciális gyakorlatok, akár szárazföldi, akár a vízben, de egyébként a gyakorlat teszi a mestert úgyhogy mindenképpen gyakorolni kell. Hát csak akkor többet kell úszni, mire az ember odaér a fordulóra, de akkor már nagyobb adaggal viszont előnybe kerülhet az amerikai szemben. Így van, így van. Ha ugye több sportág arra panaszkodik, hogy hogy nem megfelel az utánpótlás bázis nálatok, egy olyan sportágnál, ami ami abszolút ott van a, a, az első kettőben, háromban eredményeket szállítva, te, mint utánpótlás kapitány, hogy látod? Vannak gondok? Nincs, nincs. Jelen pillanatban mindenképpen azt mondhatjuk, hogy nagyon jó, nagyon jó kis utánpótlásbázisunk van, és ezek a fiatalok folyamatosan évenként egy-egy, két-három versenyző becsatlakozik ahhoz a felnőttnek mondható gárdához, hiszen ott is még nemrég az IFI olimpián próbálgatták ugye oroszlán körmeiket 2010-ben, ők pedig már most ugye az olimpián is ott voltak a döntőben. Tehát minden évben a legügyesebbek be tudnak csatlakozni az akkori, az éppen meglévő felnőtt csapathoz és akkor mindig van egy pici utánpótlás, és a tetején meg mindig valaki abba hagyja, és akkor, akkor így állandóan töltődik. Ezt lehet mondani egy ilyen részint magyar iskola is? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nem csak az olimpia, hanem mondjuk most jön majd a Barcelonában a vízes világbajnokság a nyáron, szóval, hogy, hogy felzárkóztatni a fiatalokat ezekre a világversenyekre, hagyszokját, és akkor picit így egyenként beépítgetni őket, hogyha ott a tetejéről majd lassan távoznak. Így van, tehát elsődleges cél nem is az, amikor egy fiatal versenyzőt kiviszünk egy olimpiára, hogy, hogy, ő most ott megmutassa, hogy úristen, azonnal érmet kell szerezni, ez, ez nem is elvárható dolog. Kivéve, hogyha valaki olyan extra tehetség, mondjuk, mint az Egerszegi Kriszti volt, hogy ő előbb nyert olimpiát, mint ifi Európa bajnokságon, hát, de hát ilyen száz évente mondjuk egyszer fordul elő. Az elsődleges cél az az, hogy ismertetni őt azzal a közeggel, azokkal a, a hatalmas versenyzőkkel, akik, akikkel majd egyszer ő rajthoz fog állni. Tehát gyakorlatilag az első olimpiája egy fiatal bekerült tehetségnek, az még csak egy ilyen próbálgatás, a másodikon már kicsit oda is érhet akár a döntő közelébe, és a harmadik olimpia lehet az, az, az igazán ahol, ahol igazán szóba tud. Kacsi azt mondja végül, hogy, hogy szerinted sejthető-e valami időkből, felkészülésből, állapotokból, hogy ezen a nyári világbajnokságon mire lehetnek képesek a magyarok? Hát úgy gondolom, hogy elég csak visszatekintsünk egy évet, hiszen azok a versenyzőink nagyon jó formában vannak, akár már most is, tehát a felkészülésnek megfelelő időszakos formát öltenek most, lesz is egy, egy, egy felkészülési versenyünk, egy Budapest Open nevű a, itt a március utolsó napjaiban és hát ott már, már próbálgatják, hogy, hogy ki mit tud. A Gyurta Dani már nyilatkozta is, hogy, hogy ott már közelebb kerül, szeretne kerülni 200 mellen a, a 2010 belüli időtartományhoz. Én azt mondom, hogy, hogy, azokra a versenyzőkre mindenképp számíthatunk, akik, akik, tavaly voltak, illetve a fiatalok még jöhetnek feljebb. És hosszú katinka, pedig most csak azért tudom mondani, mert, mert három hétig tényleg láttam a felkészülését közvetlenül, ő, ő, ő nagyon komolyan gondolja ezt, hogy, hogy most itt a világbajnokságon az olimpián nem sikerült érmet szerezzen, de szerintem itt most fog. No, hát profit a szójon belőled, és további jó munkát, meg jó készülésnek. Te köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.